Öt év, eddig tíz 10 rendezvény, száz sportág és több mint százezer látogató. Röviden talán így lehet összefoglalni a nagy sportág választó sikerét, amit pénteken és szombaton már 11. alkalommal rendeznek meg Budapesten. A részletekről Ipacs Endrével, a sportág választó alapítója, főszervezővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó regget, Gratulálok, várj. hiszen jó néhány évvel ezelőtt még egy sokkal korábbi fázisban is beszélgettünk erről a dologról, és már akkor lehetett érezni, hogy ez a dolog növőben van, hogy ez valami, valami nagyon, nagyon olyan dolog, amire úgy idő ben rátapintottatok, és azért beszélek többes eszállva, mert tudom, hogy egy, egy csapat áll mögötted, de hogy de hogy ez a dolog ekkorára fog nőni, ez olyan sejthető volt akkor, amikor ebbe belefogtatok? Már amikor a legelsőt megcsináltuk ugye 2007. szeptemberében, akkor, akkor érezhető volt az, hogy gyakorlatilag a nulláról a húsportággal 300 látogató jött el a rendezvényre, nagyon büszkék voltunk rá, mert... Azt se... akkor úgy éreztetek, hogy ez sok? Ez fogalm volt, hogy mennyi, mennyien fognak eljönni, gyakorlatilag az e-maileimet elküldtem a mindenféle ismerősömnek, hogy segítsenek terjeszteni a rendezvényt, és hát így jött össze. Úgyhogy onnan meg a következő fél év múlva a következő rendezvénye meg már 2500-an jöttek, aztán 4500-an, és aztán most tavaly szeptemberben meg 20 ezeren voltak már a rendezvényen, és ilyen, mindig ilyen 80-90 száz lehet kipróbálni oda fölfejlődtünk, úgyhogy gyakorlatilag nem az a célunk, hogy most ezt még jobban növeljük, mi csináljuk a dolgunkat, és aki úgy érzi, hogy itt tényleg tudja hasznosítani ezt a rendezvényt, meg tud ismerkedni nagyon sok sportággal, segít, ez a rendezvény segít abban, hogy milyen sportágakat lehet választani. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tényleg <höhö> nagyon sok embernek, nagyon sok gyermeknek és felnőttnek is, tehát főként gyermeknek, segítünk az útmutatásban. Igen, egy picit azt szerettem volna, ha egy kicsit azt tisztázzuk, hogy amikor ez az egész alapgondolat megszületett, akkor, akkor mi volt az alapvető cél? Utánpótlás generálás a versenysportnak, vagy sokkal inkább egyszerűen, a, hogy mondjam, a sportnak egy olyan fajta közelhozása, ami nyilván sem a televízión keresztül, sem az adott lehetőségek keretei között gondolok itt arra, hogy éppen mondjuk milyen testnevelési lehetőséghez jutnak ma a gyerekek, a fiatalok, mondjuk az iskolák keretéi között, vagy inkább arról beszélünk, hogy 2007-ben milyenhez jutottak természetesen. Tehát, hogy mi volt, mi volt az alapvető szándék, és ehhez képest mozdult-e, vagy változott-e ez a szándék, látva ezt az óriási érdeklődést? A kiinduló szándékom az volt, hogy egy picit segítsünk a sportágak eligazodásában, tehát ha megnézem a saját sportág választásomat, először birkóztam, édesapám levitt birkózni minket a bátyámmal, utána a birkózó terem kiköltözött messzebbre, oda már nem tudtunk menni, akkor utána atletizáltunk, utána jött a kajak, az egész csoportot utána áttették kenúzni, aki megmaradt, megmaradt, aki nem, nem. Úgyhogy ez egy nagyon véletlenszerű folyamat, és azért nem ezen múlik, azért jobb, hogyha az ember önmaga el tudja dönteni, hogy mely sportágak fele mm. ő, van érdeklődése, ne csak a szülő dönts el, és segít a szülőnek is, mert látja, hogy a gyermekük mely sportágak irányába mutat érdeklődést. Tehát ez egy ilyen igazi, én úgy mondanám, egy iránytű is akár mm -hmm. a sportágak között. Nagyon fontos, hogy olyan sportágat találjon a gyerek, vagy a felnőtt, ugye, amelyikben sikert ér el, tehát most itt nem az olimpiai világbajnoki Lágos. sikerekre gondolok, hanem a egyéni önmaga sikere, hogy jól érezze magát benne, menjen az a mozgás, amit csinál, és és akkor már nem fogja abba hagyni, és egy életre, szól, életre szóló barátságot tud kötni a sportággal. Ez volt a legfontosabb kiindulópont, hogy, hogy egy kicsit segítsük ezt a véletlenszerű szülők által ráerőltetett sportágválasztást egy kicsit. Döntse el a saját résztvevő, hogy ő mm -hmm. milyen sportágat szeretne. Ez szerinted például képes azokat a teljesen alapvető és, és tulajdonképpen érthető választásokat is felülírni, hogy például egy szülő, ezt, ezt saját példámból is tudom, azért megnézi, hogy mi van a lakókörnyezete viszonylagos közelében, ho hova tudja a gyermekét nagyjából, mondjuk kerülve a dugókat elvinni, van-e oda közlekedés, és a többi, és a többi. Nyilván ezek olyan alapvető érvek, amiket az ember azt gondolom, hogy meg kell, hogy értsen. De, de van olyan, vagy, vagy tapasztaltátok? Tehát van-e visszacsatolásotok mondjuk a választás alapján, hogy valaki annyira beleszeretett valamibe, vagy egyszer úgy érezte, hogy na igen, ez lesz az a választás, ami a gyermekének valószínűleg a legeslegjobb út, hogy ezeket a szabályokat tulajdonképpen félretolva, plusz extra áldozatot is hozott annak érdekében, hogy eljusson mondjuk a gyermeke annak a sportáknak az edzéseire. Két dolgot szeretnék ezt hozzátenni, hogy, illetve elmondani, hogy a sportágaknak többnyire nincs arra pénzük, hogy igazán marketing kommunikációt uh -huh. folytassanak. Uh -huh. Erre a sportág sportágválasztó nagyon jó, mert ugye itt most a legutóbbi. Picit megcsináljátok, helyettük ezt a 15-20 ezer ember eljön, akkor nagyon sokan meg fogják ismerni azt az adott sportágat, hol lehet üzni, mennyibe került. tehát egy igazi információs adatbázist hoztunk létre, amit gyakorlatban és elméletben egyaránt információt lehet szerezni. A másik, hogyha látom azt, hogy a gyermekem, valamely sportág iránt nagyon fogékony, nagyon érdekli, akkor mindent el fogok követni, ha az a város másik végén van, uh -huh. akkor igenis, hogy el fogom vinni oda, lehet, ha jön egy papír, hogy lehet ezt a sportágat a város másik végén üzni, akkor nem fogom a gyermekemnek felajánlani. Mert nem látom azt, azt a fajta lelkesedést nem, látom. Igen, nem, tehát az, nem hogy tudom. Belülről keltjük fel a, a gyermekekben azt a, a vágyat, ha most itt a gyermekekről beszélek, Valamely sportág irányába az a legerősebb dolog. Tehát nem kívülről presszionálom, hogy sportolja-sportolja azt, hanem ő maga érzi fontosnak, hogy ezt vagy azt csinálja annál több nem kell, az volt már biztos a siker. Mm. Megnéztem ezt a listát, és egészen elképesztő mennyiségű sporták felvonultatása zajlik. Ugye beszéltünk arról már a bevezetőben, hogy közel száz sportággal lehet megismerkedni, és azt is megnéztem, hogy az arányokat tekintve több az ismeretlen, mint az ismert. Tényleg furcsa dolog, de ha, ha végignéztem a listát, akkor akkor a Pötang féle sportágakból gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy kb. majdnem kétszer, vagy kétharmad, egyharmad nagyjából az arány, ugye az ismert, vagy általában ugye a, a, a magyar sportoló által űzött sportágak kontra az egyébként létező, de nem nagyon ismert dolgok között. Mi a tapasztalatod, hogy ezek az egyébként viszonylag ismeretlen, de létező műfajok, ezek mennyire vonzóak a nagy közönség számára? Tehát mi az, ami úgy elsőképpen megragadja a figyelmüket? Ez, eh, ha most a sportágról beszélek, <coughs> most el, akkor ez attól függ, hogy milyen az edzőnek a, a marketing képessége, mennyire tudja eladni a sportágát. Uh -huh. Lehet az bármilyen sportág, hogyha az edző annyira nincs motiválva és ott ül, és ha valaki kérdez tőle valamit, akkor válaszol, vagy pedig rengeteg olyan példát láttam, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem behúzzák a gyermeket vagy az érdeklődőt oda magukhoz, és elkezdik mutatni nekik a dolgokat érdeklődve, teljesen kinyílt tekintettel, úgyhogy ez attól függ, hogy, hogy milyen edzők vannak ott, de gyakorlatilag az, hogy most talán azt láthatjuk, hogy a úgymond a nem olimpiai sportágak, akiknek kevesebb a lehetősége, pénzügyileg is, azok talán lelkesebbek ezért, mert ezt a reklám lehetőséget igenis maximálisan próbálják kihasználni. Uh -huh. Egészen biztos vagyok abban, hogy egy olyan esztendőben, amikor, amikor, olimpiai évet írunk, és pláne most már utána vagyunk ugye az olimpiai eseményeknek, már a tegnapi napon, meg ugye korábban tényleg a, a, országos szint, és hát nyilvánvalóan ugye mindenféle fajta elismerése meg az olimpikonoknak, de a népszerűségük, hála Isten, én úgy érzem, hogy továbbra is tombol, tehát éppen tegnap találkoztam két kiváló versenyzővel, akik mondták, hogy még hát legalább a következő másfél hónapra tele a naptár. Éppen ezért mennyire nehéz őket ilyenkor úgymond egy ilyen eseményre elhívni, bár láttam, hogy három kiváló olimpikon hirdeti ezt a mostani eseményt, pontosan a szoros időbeosztásuk miatt, és hát mit vársz attól a plusz extrától, ami az ő jelenlétüket illeti? Elsősorban arra gondolok, hogy azért azt gondolom, hogy ahol ők fölbukkannak, ott nyilvánvalóan nagyon nagy lesz a tovább és az érdeklődés. Gyakorlatilag nincs igazán olyan fórum, hogy ezekkel az ikonokkal találkozhassanak a gyermekek, tehát ők példaképek, uh -huh. és mi ezt évről évre itt próbáljuk megteremteni, ezt a lehetőséget, hogy igen, itt lehet találkozni velük, lehet látni, hogy hogy a tévében sokkal nagyobbnak látszanak, akik nem, nem is akkorák, hát ha neki sikerült, akkor nekem miért ne sikerült? Igen, egyébként ezek tényleg, tényleg, ahogy mondod, mindig ilyen, ilyen egészen elképesztő, sokkolóak szoktak lenni ezek a találkozások, pozitív értelemben persze, hogy Hát tudjuk, úgy, hogy a televíziónak megvan az a képesség, hogy minden szempontból torzít és más mutat, és énkor az ember azt mondja, úristen, hát ez a hölgy is egy Csernovicki, jó, ilyen kis, apró, kis törékeny, és mire képes mondjuk a Te Tehát amin... ember közeli távolságba hozza az hát. élsportolókat, és ez egy csodálatos dolog, mert tényleg olyan önbizalmat tud adni a gyermekeknek, olyan lökést, ami esetleg elindítja őket valamelyik sportpályán. A másik dolog az, hogy én mindig azt mondom, hogy ne csak az autogram gyűjtésért jöjjenek a sportágválasztóra, a sportágak miatt jöjjenek, ők haba tortán, tehát ők nagyon sok mindent hozzá tudnak tenni, amellett, hogy a sportágak kipróbálása a fő dolog a sportágválasztón. Türelmük, mi a tapasztalatod az olimpikonoknak, meg ugye nyilván az sportolóknak ezekben a helyzeteknek meddig terjed? Ha nem kell elrohanni utána nekik valahova máshova, akkor, akkor nagyon türelmesek, tehát tényleg maximálisan próbálnak helytállni. Például most voltam a, a szombathelyi sportág múlt héten múlt hét előtt, és gyakorlatilag. Krisztián, nem is bíz, látom hogy mennyi gyerek várja, hogy aláírást kérjen tőle, és mindet földolgozta, tehát addig ott maradtam még, és utána ment a repülője, éppen ment egy versenyre, uh -huh. de földolgozta az összes érdeklődőnek adott aláírást. Fantasztikus. Piszit a gyakorlati dolgokról is beszéljünk, ugye most péntek szombat, ráadásul azzal a külön, különlegességgel, ugye jól tudom, akkor a pénteki napon még parasportolókkal is lehet találkozni, illetve lehetőség van ugye arra, hogy egy picit azt a fajta sport, mondjuk úgy, sokszínűséget is lehet és megismerjék a, a közönség tagjai, amivel esetleg nem biztos, hogy minden esetben ilyen módon találkoznak. Kiket találhatnak most ott az ismert olimpikonok közül ebben a két napban, illetve hova menjenek? A, gyakorlatilag a parasporttal kapcsolatban? Ja, a mind a két ja, napot két... illetve. Most azt néztem, hogy főleg a pénteki napra több olimpikonunk jön be, illetve a rendezvényre, úgyhogy a Szilágyi Áron, a, a, Dombi Kökény Kajak kettes, a Berki Krisztián, Kozák Danuta talán, ha jól hallom. Kozák Danuta, Szabó Gabriel, ugye a Kajak négyesből, ők pénteken jönnek, szombatra a Carlos Perez és, és még egy valaki Veszprémi kézilabda játékos, hát. azt még nem tudták megmondani, jönnek Paksol focisták szombaton, úgyhogy az az igazság, hogy mindent a honlapon töltünk uh -huh. föl, nem minden információ nálam landol, úgyhogy ott lehet nyomon követni a www.sportágválasztó.hu-n, hogy éppen uh -huh. ki, melyik nap, melyik időszakban várható. Uh -huh. És hol, hol zajlik a rendezvény most ebben a két napban? És a rendezvény a szokásos helyén, ahol az elején elindult, ugye ez a kőbányán a tizedik kerületben a Maglódi út 12 per a cím alatt a Merkapt maraton sportközpontban. Uh -huh. uh -huh. Lesz megint megrendezve pénteken és szombaton, tehát vasárnap nem várunk senkit, már szoktak jönni vasárnap is. Mi egyébként próbáltuk ezt kitolni vasárnapi napra, és akkor egy háromnapos sport ünnep lenne, de a sportágaknak ez már nagyon sok ez a, ez a, a három nap. Uh -huh. Értem. No, hát nagyon bízom benne, hogy az idei esztendő, ugye akár az olimpia is egy olyan év lesz, hogy minden eddiginél többen látogatnak ki, akár az olimpikorokkal való találkozás, akár a valóban, ahogy mondod, a sportágak lehetőségének megismerése miatt, úgyhogy bízom benne, hogy megfelelő helyeken landolt az információ. Köszönöm szépen, és sok sikert a hétvégi rendezvényetekhez ismét. Köszönöm szépen.